A Tamási Öregdiák Alapítványa a gimnáziumért gyakorlatilag nyújtott be pályázatot egy EFOP keretein között meghirdetett pályázati felhívása, amin nyert, és amit ebben a programban meg tudunk valósítani, az egy egészséges életmód népszerűsítése a diákok között című programsorozat, ami 10 alkalmas, itt a Béri Balog Ádám gimnáziumba kerül megrendezésre minden hónapban. Több témát ölel majd fel, de főként még egyszer az egészséges táplálkozás népszerűsítéséről szól, és az egészséges életmód bevezetéséről. 3 szakembert vontunk be a programba. Elsőként Ludwig Erzsébetet, a gimnáziumnak a védőnőjét, aztán Horzsa Krisztinát, egy pécsi dietetikust, illetve Tóth Gábor, aki egy kicsit celebkedik is, ismerhetjük Sebestyén Balázs műsoraiból. Gábor élelmiszermérnök, és az ő szaktudását vettük alapul. Nem csak az ételek, hanem az italok révén is. Azt gondolom, hogy a finomított fehér termékek, fehér kenyér, zsömle, kifli, kalácsok, és a hozzáadott cukor a 2 legnagyobb globális probléma ma a fiatalok körében, azt gondolom. Kulcsfontosságú témával foglalkozunk ma itt a gimnáziumban, mert a gabonafélék teljes őrlésű kenyérkészítés elmélete, a rozs, az árpa, a tönköly, a zab, a Kellogg-féle műzli reggeli lesz a téma, ezen kívül az olajos magvak diófélék, és nem csak a dió, hanem a kesú, a mandula, a szezámmag, a mák. Ugye beéli szezon előtt vagyunk, úgyhogy hamarosan a karácsonyi, szilveszteri, diós, mákos beiglik is elkészülnek. Jó erről beszélni, és hát a hüvelyesek. Babfélék, lencsefélék, borsófélék, ezek élettani hasznosságáról, dietetikus a technológiáról. Hogy készült régen a kenyér, mi az, hogy kemence, ezeket fel kell eleveníteni újra. A gabonák ugye ősidők óta az embernek az alapvető tápláléka, ugye már aki a gyűjtögető életmódot folytatóknál is nagyon nagy szerepe volt, hiszen bármilyen gabonát, amit találtak, azokat ugye összegyűjtötték, és ezeket megpróbálták elfogyasztani. Elsősorban ugye természetes formában, tehát ahogy megtalálták, elfogyasztották. Amikor viszont megjelent a tűz, akkor pörkölve fogyasztották el, később pedig, hogy ez valószínűsíthető, talán lehet, hogy esett az eső, és ezeket a gabonákat valamilyen folyadék érte esővíz, ezáltal ugye megduzzadtak, sokkal puhábbá váltak, így rájöttek arra, hogy különböző kásákat lehet belőlük készíteni. A rákbetegség kialakulása részben genetikai, részben életmód eredetű nyilván. Úgy tudjuk, hogy 30-50%-ban életmódbeli étrendi eredetű a daganatos betegségek jó része. A vastagbél végbél rák erősödik a fiatalok körében. Rendszeres étkezés, antioxidánsok és a levek, almalé, színes levek, ribiszke, áfonya. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy a régi világban nem volt ennyi betegség, ma is megelőzhető. Nem csak a genetika, hanem az étrend, az életmód és a testedzés. Nyilván a stresszek is ott vannak, de sok minden pusztán a zöldségek, gyümölcsök, diófélék fogyasztásával is megelőzhető volna. A menümenzák pályázaton nyertünk egy 19.927.000-es összeget, ezt pedig úgy áll össze, hogy nagyjából a fele részt, több mint a fele részt eszközökre fogjuk fordítani. Itt nagyon sok eszközt szeretnénk, például az ebédlőnket szeretnénk bele felújítani, a különböző asztalokat, székeket lecserélni, illetve salátapultot tervezünk még ide, meg az egyéb kirándulásokhoz, programokhoz, illetve a különböző ilyen iskolai rendezvényekhez eszközöket szeretnénk, ahol lehet mondjuk egy főzőversenyt is rendezni, és ehhez mindenképpen ez a menő menzák pályázat alkalmat adott erre. Ezen kívül ugye az előadások, amit most is hallgathattunk, amik az egészséges életmódra, az egészséges étkezésre való nevelés egyik legfontosabb feltétele, hogy ismerjék meg azokat az élelmiszereket, amik alapján sokkal egészségesebbek és fittebbek lehetnek a gyerekek.